2022-ben már abban a szerencsés helyzetben volt a komplexum, hogy december 24-e kivételével minden nap tudta fogadni a vendégeket, akik mindig pozitív visszajelzést adtak a programok és az akciók tekintetében. Sikerült minden olyan rendezvényüket megtartaniuk, melyek az előző évek során is népszerűek voltak. A tematikus hétvégék mellett nyugdíjas találkozókat szerveztek, valamint nagy érdeklődés övezte a fürdőfesztivált, de a szilveszteri partijukra is elkelt az összes jegy. További sikernek könyvelt el Lajtosné Pap Noémi fürdő divízió vezető, hogy a csobbanós napközi bérleteit 97%-os eléréssel tudták értékesíteni. A gyógyászatunk is nagyon nagy érdeklődésre tart számot. Fürdőorvosaink hétköznapokon várták a vendégeket, és írták ki a fürdőgyógyászati kezeléseket, illetve emellett a nagyon népszerű területünk még a szauna, ahol országos eredményt is el tudtunk érni. Az országban a legjobb női szaunamester a Haluska Nóri kolléganőnk lett, de a többi szaunamesterünk is kiválóan teljesít ezen a területen, és a korábban megkezdett társadalmi szerepvállalást, mint például a vöröskeresztes jegyek rendelkezésre bocsátását is tudtuk folytatni, 10 000 jegyet adtunk át részükre. Kiemelte, folyamatosan próbáltak reagálni a változásokra, így az energiaválság hatásait is igyekeztek racionalizálni. A nyitvatartási időn változtattak, valamint az ősztől szüneteltetik a tanúszodát. Ezek azonban nem szekték kedvüket a fürdőzőknek. Jól látható a friss felvételeken, hogy január 2. hetében is milyen sokan választották a hamarosan 11. születésnapját ünneplő hagymatikumot. Január 21-ére már összeállt a programunk, ahol igyekeztünk minden korosztálynak programot szervezni, így például az elmaradhatatlan édesség torony is lesz a kora délutáni órákban, és már korábban volt grillázs muffin torta, most egy ilyen Ferrero toronnyal készülünk a vendégeinknek, több száz vendég tud majd fogyasztani belőle a közös ünneplés során, illetve érkezik hozzánk a tehetségkutatókból ismert Jáó, valamint a Szegedi Nemzeti Színház két művésze operett és musical műsort ad, de a hangulatfelelős a Molnár Rend Herman Retro Show lesz, illetve ha parti szaguna szeánszok vizitorna is lesz a nap folyamán. 2023-ban célul tűzték ki, hogy szeretnének minél több elégedett vendéget. Ennek érdekében fejlesztik szolgáltatásaikat, többen pedig továbbképzéseken vesznek részt. A tervek szerint idén is lesz Valentin napi és farsangi programjuk, valamint többek között nyugdíjas találkozót, szezonnyitó bulit és fürdőfesztivált is szerveznek.